Már 1989-ben volt egyéni kiállítás a Szekszárdon, a Babis Mihály Művelődési Központban a lassan 70 éves Adorjáni Endre szobrásznak. Több alkotása is látható a megyeszékhely különböző pontjain, így például a Piasztéren a Meditáció című műve is. Szerinte fontos az elindulás, az élet kezdete, ami neki Kolozsváron, Romániában volt. Fontos a gyerekkor, talán a gyerekkor helyszínei fontosak. Hát Kolozsváron azért születtem, ugye, mert egy mezőségi faluban laktak a szüleim, és veszélyeztetett terhesnek vélték anyámat, és így javasolták, hogy Kolozsváron szüljön, nem tudta, hogy ikreket fog világra hozni. Természettel való kapcsolat. Nagybátyám kivitt magyar szobáton a mezőségen az erdőbe, és 2 percre magamra hagyott, és egész életemre stigmatizálódott egy furcsa félelem bennem, és kamaszkoromig csináltam ilyen gyakorlatokat, hogy síléccel, éjjel, fütyörészve megkerültem a félfalut, hogy öljem ki magamból az egyedüllétnek a félelmét. Nagyon érdekes dolog. És 5-en vagyunk testvérek, és mivel én voltam az elsővel nem foglalkoznak, főleg van egy lányiket testvére, aki gyengébb. És ezért gondolom, hogy ezért befele forduló lettem, és valószínű, hogy ez segített ahhoz, hogy a művészpályát válasszam, mert akartam színész, orvos és író is lenni. Szekszárdi rokonokhoz jött feleségével és 2 gyermekével még 1989-ben. Ahogy mesélte, szőlője hamarabb volt, mint lakása. Egy présházban alakította ki a műtermét. Először a főiskola gyakorló iskolájában, majd a főiskolán tanított rajzot, vizuális nevelést. Lehet, hogy a gyermekeimnek a jobb érvényesülése érdekében és a magyar anyanyelvű oktatás biztosítása érdekében jöttünk. Ez mindig sokkal később válik el ennek a döntésnek a jogossága. Ennek 30 éve vagyunk itt, 31, de nem tudjuk, hogy ez a döntés végül is jó volt, vagy nem. Szerintem jó döntés volt. Tehát így kerültünk, a feleségem nagynénye hívott és biztosította az állami befogadót, és hivatalosan települtünk el. Hát elég nehezen, 1,5 évig vártunk a útlevélre, és közben én a tanári pályámat elvesztettem. Ezután Öntődében dolgozott, jóval később tanított csak újra. 30 év alatt számos kiállítása volt. A német származású Josef Hasenhör festővel sem ez az első. Munkájukban mindketten nagy hangsúlyt fektetnek az ember, az emberi kapcsolatok megjelenítésére. Faragtam én táborban követ is, de faragtam fát is rövid ideig, de nagyon hamar átértem a fémre. Valahogy jó ez a birkozás az ércekkel, szóval nem tudom. Szerintem egyik szobrás se tudja megfogalmazni, hogy miért választja ezt vagy azt az anyagot. Talán a téma, valahogy ezt fából nem lehet, vagy kőből megfaragni ezeket a rongyos alakokat, mondom idézőjelbe. Ékszereket is csináltam 20 éves korom óta, csinálgatok, tehát a fém kristály szerkezete, csillogása, a fémmel való küzdelem, valahogy úgy, nekem ez úgy szépnek tűnt. Csodálatos emberekkel találkoztam. Olyanokkal is, akik akiknek a lelke benne van ezekben a kis furcsa szobrokban. Van bennük valami tragikum, de ugyanúgy van benne groteszk is. Nem tudom, nem lehetnek túl vidámak, mert általában élethelyzetekben való valamiféle megmaradást szándékozok tanulmányozni, tolmácsolni, és ezzel nem lehet, nem mindig vidám dolog, és hazudni pedig nem érdemes. Josef Hasenhör a németországi Tandorfban született, a festészetet autodidakta módon sajátította el. 2006-ban képzőművészetet tanított, azóta szabad foglalkozású alkotóként él és dolgozik. 1984 óta vesz részt kiállításokon. Művészetében filozófusi szemlélettel közelít a körülötte lévő világhoz. 2 éve ezelőtt már volt egy kiállításom itt, a könyvtárban, és egy ismerős
csinált ezt a kapcsolót az Endrével, és ő beszélt ezt megnyitva. A forrás van az én maga élet és az én maga világ. A természettel való természetes együttélése. A természet képeiből kiindulva József természetes lelki társa, nem tudnak meglenni egymás nélkül. Minden művén, még ha ténylegesen nem is szerepel rajta, ott van az ember, vagy éppen ő maga. Szinte minden, ami a természetben megtalálható, jelen van József festészetében, viszonylag könnyen felfedezhető. Az ecset, a festék, csak kényszerű anyag lévén ezek képek lelkének letéteményesek. Szerencsés találkozás ez. A természet csodája, rejtélye keveredve az ő természet értékelésével, a természethez való viszonyával egy új természeti csodát, rejtét hoz létre, megteremti saját egyedi avatárját. Hogyan talált egymásra egy németországi festő és egy erdélyi születésű magyar szobrász? Egy művészeket felkaroló személy vette fel velük a kapcsolatot és szervezett közös kiállítást, mivel felfigyelt munkáik azonos vonásaira. A két alkotó közösen gondolkodott azon is, hogy milyen címet adjanak szekszárdi kiállításuknak. A Divergens Egyidejűségek címet választották, amelyet Baki Péter festő nyitott meg. A divergencia szerteágazást jelent, ennek oka, hogy nem ugyanaz a tematika. A német festő a lét kérdéseit feszegeti, hogyan alakul az ember személyisége, milyen hatás és kölcsönhatás figyelhető meg az ember és természete között. A Dorjáni Endre munkái pedig az emberi lélek és az emberek közötti kapcsolatokra fókuszál. Témája nehéz, olykor képtelen helyzetekben való megállás, az emberi lélek megpróbáltatásai, a humánum és annak kivetülései kerülnek középpontba, kihangsúlyozásra. Elérte azt a szintet a festészetével, ami a hivatásos művészek sorába emelte, és helyén is van itt, tehát akárhonnan nézzük, a dolgot rendben van. A Dorjáni Endre pedig hát ő régi szekszárdi motoros, most már nem, talán 90 óta él Szekszárdon. Ő egy kiváló szobrász, remek érzékkel nyúl a témákhoz, a téma számára mindig perdöntő. Tehát ő azt, amit lát, azt meg is mintázza, szoborba önti, és rendszerint úgy van vele, hogy nagy kalandokban nem bocsátkozik, de amit megcsinál, az pazar profi munka. Egyébként így van ez a Józseffel is, aki a festőművészünk, ő is amit megcsinál, az egyértelműen kiváló profi munka, amivel lehet mit kezdeni. Egy nagyon erőteljes kiállítás, egyébként mindkettőjéké, mert mindketten nagyon érzékenyek a tragikumra. Tehát ez nem egy túl vidám kiállítás, van egy nagyon mély tragikum mindkettő művészetében, és ezek meg is jelennek a képek előtt. A néző, hogyha szemléli a munkáit, akkor nagyon nehezen tud egy vidám, felhőtlen világot elképzelni maga körül, de hát ez van, ők így látják ma a világot. A divergencia kifejezés arra is vonatkozhat, hogy mi emberek is különbözőek, mások vagyunk. Mindenki más értékrend mentén éli életét, más nézőpontból szemléli azt. Lehet ugyanazon célt vagy eredményt többféle úton érik el más-más egyének. A divergens gondolkodás pedig egy elágazó gondolkodás, amely számos lehetőséget megvizsgál, számba vesz, mérlegel. De hogy milyen eredményre, következtetése jut, azt a néző dönti el. A szertágazásban az egyidejűség, a két alkotó, vagyis saját korukról egy időben gondolkozás, ugyanakkor az egyéni elgondolásukat megmutatják művészi képekben a nagy közönségnek. A Divergens Egyidejűségek című páros kiállítás április közepéig megtekinthető Szekszárdon a Vármegyeházán.